A Ruma és Sabac közötti 21,4 km-es autópálya szakasz, valamint a Száva folyón átívelő híd körülbelül három éven belül készülhet el, míg a Sabac és Loznica közötti 54,8 km-es gyorsforgalmi út képítése 2023 vége előtt fejeződhet be. Közölte Alexander Vucic szerb köztársasági elnök azt követően, hogy Zorana Mihálylavics közlekedési miniszter aláírta az útszakaszokra vonatkozó kereskedelmi szerződést az azerbajdzsáni Azvirt vállalattal. Mi time radimo ogroman posao i želimo da ljude sačuvamo, da ostanu na svojim ognjištima. To će čitav Cerski kraj, Gučevski kraj, Rađevina, rekao bih da to će značiti život za taj region, za celo Podrinje i da će to ne samo doneti nove investicije u taj deo naše zemlje, već će to doneti i mnogo turista, A 476 millió eurós projekt megvalósítását egyrészt a köztársasági költségvetésből, másrészt egy 210 millió eurós azerbajdzsáni kölcsönből finanszírozzák. úgyhogy kiemelte, újabb autópálya letérőt is építenek, azon a szakaszon ugyanis számos népes település van, és nem szeretnék, ha az ott élőknek feleslegesen kellene 20-30 kilométert autózniuk az új út tehát az embereknek segít de hozzájárul a gazdaság élenkítéséhez is a gazdasági mutatók javítása érdekében pedig további hasonló beruházásokra van szükség tette hozzá. Ja som ponosno to što se autoputevi brže saobraćajnice grade više nego ikada u našoj zemlji to je bilo moguće zahvaljujući finansijskoj disciplini a mislimo da smo izabrali odlične kompanije koje ovaj posao na izuzetan način mogu da završe. A köztársasági elnök kitért arra is, hogy akár 5,5%-os gazdasági növekedés is várható a negyedik negyed évben, míg az egész évre vonatkozóan 374 os GDP növekedés várható, és ezzel Szerbia a térség és Európa legjobban teljesítő országai között szerepel. Mint mondta, a közvetlen külföldi befektetések értéke az év első kilenc hónapjában elérte a 2,87 milliárd eurót, ami meghaladja az előző évi rekordnak számító adatokat. Kiemelte, anélkül, hogy az ország pénzügyi stabilitása megsínlette volna, Szerbia októberben 9 tonna aranyat vásárolt, amivel soha nem látott mértékűre, több mint 31 tonnára nőtt az ország aranytartaléka.